Sokat beszélünk ma az anyagról, a fogyasztói társadalomról, a vásárlásról, annak öröméről, a nagy áruházak kínálatáról és az üres pénztárcánkról. A bölcsek azt mondják, hogy kölcsön kaptuk a földet, hogy unokáinknak megőrizzük, mi pedig habzsolni akarjuk azt. Amikor ajándékozunk, vásárolunk vagy készítünk valamit a másiknak, akkor a szívünkből ajándékozunk. Nekünk itt a konyhában van egy kis fazekunk, egy ételhordó. 100 helyen le van róla menve az ománc, de azt a nagymamától kaptuk, a déditől. És abban mindig finomabban fő az étel. A fiam mindig mondja, hogy ebbe jobb a rántás, apa, mert azt a déditől kaptuk. Aztán egyik barátom elment Amerikába. És amikor megjött, mondta, hogy hozott egy ajándékot. Valami nagy dologra számítottunk. Egy egyszerű magot hozott, amit elültettünk, és azóta fává terebélyesedett, és az díszíti az egyik szobánkat. Másik ismerősöm Szentföldön járt. És megérkezett egy kis zacskóval, és abba a kis zacskóba egy marék föld volt. És azt mondta, hogy hoztam neked egy kis szent földet. Egyik barátom indult hosszú útra Rómába, és a vonatindulás előtt kimentem, egy forintost vittem neki, egy pici földet, meg egy morzsányi kenyeret, és elsírta magát. Ezek mind-mind olyan ajándékok, amelyekhez nem kellett pénz. Karácsony előtt, amikor elkezdődik az adventi időszak, hallgatjuk már a karácsonyi lemezeket, és mindig játékokat, meg ajándékokat készítünk esténként. Hol egy hintalovat, hol egy favonatot, hol egyszerű kirakójátékot. Csíszolunk, fúrunk, faragunk. Nem szebb az, mint amit a boltba lehet kapni, de a miénk. És oda tudjuk adni. A vásárlás öröme az pillanatnyi. Az ajándékozás öröme pedig vég nélküli. Talán a szavaink, talán a tetteink, talán a történeteink azok, amik abszolút nem kerülnek pénzbe, és mégis meg tudjuk örvendeztetni velük az embereket. Én ilyen történeteket szeretnék mondani, ami talán tanúságos, hiszen, ahogy a zeneszerző mondja, minden ember lelkében dal van, saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Az első történet egy kórházban játszódik. A kórház egy szomorú valóság. Nem csak Magyarországon, mindenütt. A luxus kórház is szomorú valóság, és a kórházban talán a legszomorúbb valóság nem a baleseti sebészet, hiszen onnan fel lehet épülni, összestoppolják az embert. Nem a belgyógyászat, mert ott kivizsgálják, megműtik, gyógyszerekkel meggyógyítják. Nem a szemészet, mert kap egy szemüveget, meg pápaszemet, vagy kontaktlencsét. A fülészeten kap egy fülhallgatót, az elfekvő, az a legszomorúbb osztály. Ahol nincs látogató, ahol csak fekszenek tehetetlenül az emberek, és várják a véget. Ez a történet egy elfekvőben játszódik. Három ágy a fal mellett végig, egy pedig az ablak mellett. Mindenki tehetetlen. Unalmas így az élet. Reggel egy kis ágytálazás, pelenkázás, katéterezés, infúziócsere, egy pirítós kenyér, citromos tea, majd délben egy rántott leves, este talán egy szelet parizer a megszáradt kenyérből, és közben mozdulatlan fekvés, várakozás. Mégis ez a látszólag szomorú szoba nagyon él. Ide jönnek be az ápolónők, meginni egy kávét, és felvidulni, megpihenni a sok-sok munka mellett. Ide jön be a főorvos úr két műtét között, mert szeretnek ide bejönni. De hát miért?
azokhoz az emberekhez, akik ilyen tehetetlenek. Az egyik elvált, és így lett az elfekvő lakója. A másik hajléktalan volt, a harmadik alkoholista, a negyedik talán Amerikából jött haza. Nem sokat beszélnek az életükről, hiszen kudarc így befejezni egy életet. És mégis vidámság van, mert aki az ablak mellett fekszik, mindig mesél. Kinéz az ablakon, és látja, hogy tavasz van, és virágzik az akác. Majd a gerlék fészket raknak, majd kiköltik a kismadaraikat, majd kinyílik a parkban a sok-sok színű virág, Pistike rohan az iskolába, otthon hagyta az ellenőrzőjét, sírva fut vissza, a részeges teljes ember mindig kilögyböli a tejet. A postás titkon a bokrok alján elolvassa mások levelét, majd visszaragasztja, a szerelmesek csókot lopnak, a felnőttek rohannak. Mindig van mesélnivaló. Elszáll egy repülőgép, vagy éppen megszólal egy kicsiny bogár. A mesélő elmesélt talán egy tavaszt, egy nyarat, egy őszt, meg egy telet, meg talán még egyet, meg még egyet, és mindig közvetítette a világnak az eseményeit. A többiek pedig hallgatták, és töprengtek azon, hogy mi lesz, ha meghal a mesélő, hiszen azért fekszik az ablak mellett, mert egyre nehezebben kapja a levegőt, egyre többször nyitnak rá ablakot, és majd, ha én oda kerülök, most csak rádión keresztül, rajta keresztül hallgatom, és látom a világot a saját lelki szemeimmel, de ha majd én oda kerülök, akkor mint egy plazma tévé kinyílik előttem a világ, és valóságosan láthatom a postást, teljes embert, a szerelmeseket, a felnőtteket, a galambokat, az akác virágzását. Egy őszi reggelen, amikor felébredtek a fal mellett fekvők, csak egy szálsárga rózsa volt a mesélő ágyán. Izgalommal várták, hogy mi fog történni, amikor is egy betegszállító behozott egy új beteget, és már tette is volna az elhunyt mesélő ágyába. Akkor felháborodva mondták, hogy 3 éve várunk arra, hogy mi nézzünk ki az ablakon, mi lássuk meg azt a csodát, amiről olyan sokat hallottunk. A beteghordó figyelembe vette mindezt, és a legbetegebbet, aki legnehezebben vette a levegőt, elhelyezte a mesélő ágyán. Nagy esemény volt ez a szobában, olyan, mint egy költözés, vagy talán még annál is nagyobb. Mindenki izgult, hogy hogyan lesz most tovább. Be fog-e jönni a főorvos? Itt kávéznak-e majd az ápolónők? Mindenki elhelyezkedett, mindenkinek megigazították a párnáját, és az új mesélőnek szóltak, hogy mesélj, nézz ki az ablakon, és mondd el, hogy ma mi történik. És az új mesélő kinézett az ablakon, és az az ablak valójában egy befalazott, szellőző akna volt. Sötétséggel, feketeséggel, vakolatlan téglákkal, pókhálóval és penésszel. Csak egy szellőző ablak. Nyár volt. Egy baráti társaság érkezett a Bodrogpartra, azért, hogy kikapcsolódjanak, azért, hogy feltöltsék a lelküket, hogy együtt legyenek, és ez a baráti társaság sok-sok nagy családos emberből állt. Kis busszal érkeztek, meg olyan családi autókkal. Az udvarra begurult az utolsó kis busz is, és abból nem szálltak ki gyerekek, hanem egy hatalmas, először azt gondoltam, játékot, vagy óriás kiflit, vagy valami hangszert, vagy ki tudja, hogy mit vettek ki. Amikor közelebb mentem, látom, hogy egy hintaszék. Egy hintaszék, amelyen oxigénpalack volt, és a hintaszékben egy ember, akinek csak a fejét lehetett látni. Az első nap ezzel a baráti társasággal úgy zajlott, hogy a lelki dolgokkal foglalkoztunk.
Imádkoztunk, elmélkedtünk, beszélgettünk, és én nem tudtam, hogy ki az az ember abba a hintaszékbe, amelyik mindig mozgott, és amikor előre ment, akkor levegőt vett benne, akkor hátra, akkor kifújta. Másnap aztán rákérdeztem, hát barátom, te? Hát, mondja, sokszor elmondtam már életem történetét, de most, hogy kirándulunk, elmondom újra. 2 éves lehettem. Szüleim alkoholisták voltak. Nem tudom, és talán nem is akarom tudni, hogy sírós gyerekként elejtettek, vagy földhöz vágtak. De én akkor így maradtam. Bekerültem állami gondozásba, és elvégeztem a 8 általánost. De hát hogy végezted el? Hát szóban. És milyen tanuló voltál? Kitűnő. Leérettségiztem, mondja. Most a 3. diplomámat szerzem. És mondom, miért? Hol laksz te egyáltalán? Budapesten. Ő úgy hívta, egy húsraktárba. Olyan sokan vagyunk ott tehetetlen emberek, és olyan zsúfoltan, hogy egymás között csak így mondjuk húsraktár. És hogy telnek a napjaid? Hát, ha jönnek a barátaim, akkor bemegyek könyvtárba, egyetemre. Ha nem jönnek, akkor otthon vagyok és dolgozom. Mert nekem minden nap van feladatom. Hát mi a feladatod? Attila, kérdezem tőle. Akkor már megtudtam a nevét. Szóval én minden nap imádkozom a szüleimért, mert szeretnék velük találkozni. Miért élnek még? Ó, régen meghaltak. Beszélgetünk tovább, és mondja, hogy egyébként is dolgozom. Könyvtár katalógusokat gépelek. A számban van egy pálcika, és a pálcikával a számítógép tabulatúrájának betűit nyomkodom. És az ápolónő elhozza azokat a kis kártyákat, és én begépelem. És hányat tudsz begépelni egy nap? Ez vagy 3 évvel ezelőtt történt. Hát volt olyan nap, amikor már 10-et is begépeltem. És mennyi pénzt kapsz érte? 8 forint 50 fillért. Napi 85 forint. Egy gombóc fagyit ma már nem adnak érte. És ő mégis mosolyogva örömmel mondja, hogy milyen jó, hogy 3 évig dolgoztam, most eljöhettem nyaralni, kirándulni ide az emplénbe. Akkor már meghatódtam, és majdnem elsírtam magam. Amikor folytatja a történetet, Attila is azt mondja, hogy van egy kis probléma. Mivel, hogy mindig egy helyről nézem a kompjútert, ezért azt mondta az orvosom, hogy néhány hónap múlva meg fogok vakulni, mert elmeszesedtek a szaruhártyáim a szemembe, és nem fogok látni. Akkor már nekem is megjelent a könycsepp az arcomon, amikor Attila még csak mosolygott, és azt mondta, de én már kitaláltam, hogy mi leszek, ha megvakulok. Mi leszel, Attila? Bemondó leszek a keleti pályaudvaron. És tudod, Miklós atya, amikor te majd jössz Budapestre, akkor ismered ezt a zenét, hogy na-na-na-na-na-na. Akkor én leszek ott, a diszpécser mikrofonjánál, és én fogom mondani, hogy az első vágány mellett vigyázzanak. Sárospatakról, Sátoraljaújhelyről az első vágány mellett vonat érkezik. Mert megtanulom a menetrendet magnetofonról, és amíg a fülem meg a szám épp, addig szolgálni akarok vele. Az elmúlt tavaszon egyszer csak felhívott valaki, be sem mutatkozott, csak ennyit mondott. Attila nem lesz bemondó a keleti pályaudvaron. Foglalkozást, hivatást váltott, harsonás lett az angyalokkal. Az éhező ember tudja igazán, mit jelent az étel, a finomság.
Manapság gyakran beszélgetünk arról, hogy a környéken vagy a régióban melyik étterem a legjobb, hol főznek a legjobban, hol milyen zene van, milyen társaság, elmegyünk és jól érezzük magunkat, vagy ha otthoni ünnepségen, akár legyen az karácsony vagy húsvét, keresztelő vagy házasságkötés vagy egy jó lakodalom, mindig fontos, hogy mit eszünk. Édesapám gyakran vasárnap vendégségbe ebédelt. És mindig megkérdezték tőle, hogy hogy ízlett az ebéd. Hát falun hogy ízlene? Tyúkhúsleves, töltelék, töltött káposzta, rántott hús, sütemény, finom ételek, finom italok. És apám mindig mondta, jó volt, de életemben ettem már jobbat is. És megkérdezték tőle, de hát mikor, mi hiányzott belőle, a só, vagy a bors, vagy talán zsíros volt a káposzta, vagy csípős volt a leves? Nem, nem, mondja apám, én egyszer életemben ettem jobbat. Háború volt, 44-ben front, és ahogy jöttek az oroszok, Abaújba a németek védték a frontnak a vonalát, és az én anyám levitt minket a pincébe. Folyamatosan lőttek, amikor már második napja voltunk ott, harmadik napja voltunk ott. Öcsém meg a hugom már sírt, minden kis ételt, minden kis morzsát neki adott anyám, amikor ötödik nap már nem bírtam tovább, és felszöktem a pincéből. A kemence patkáján találtam egy darab száraz kenyeret, tovább fürkésztem is az egérfogón egy szalonabőrt. És mint a nagy kincset vittem le, szopogatva a szalonabőrt, és édesedett a kenyérhaja számba, na akkor ettem jobbat. Öt nap után a fronton. Az volt finomabb, mint ez az ebéd. Tavasszal elszökött a kutyánk. Nagy hiányt jelent egy nagy kertben, egy portán, jelez kedves barátja a családnak. Vártuk egy hétig, vártuk két hétig, nem jött meg. Ki lesz az új társunk? Amikor is az egyik tanárnő mondta, hogy neki van egy kis kutyája, egy olyan fekete, olyan kis tücsök. Ezt a nevet te adtad, neki kérdeztem. Igen, mert olyan kis tücsök. És mondtam, hogy nekünk mindig van tücsök az udvaron, hiszen fogtunk és hoztunk. De miért? Kérdezi ő. Hát miért? Mert vannak hozzá kapcsolódó történetek. Nem csak a költő által leírt tücsök zene, nem csak az, hogy a tücsök mindig muzsikál és nem gyűjtöget, mint a hangya, hanem igazi történetek. Az egyik ilyen igaz történet, hogy a második világháború után, mint ahogy a színházban is láthattuk a 8-kor színház előadásában, hogy valahol Európában nagyon sok árva gyerek maradt, mert a fronton, meg a háborúban, meg ki tudja hol, milliók és milliók pusztultak el, és a gyerekek itt maradtak elbújva, anyátlanul, apátlanul. Egyiker pár is itt maradt. És aztán jöttek a segélyszervezetek, a családsegítők, és ezeket a gyerekeket mind elhelyezték. Ezt a két fiúcskát is, akik ikrek voltak, talán két évesek lehettek, elhelyezték. Az egyiket elvitték Amerikába, a másikat valahova Görögországba vagy Albániába, valahova a Balkánra. Aki Amerikába került, sokat tanult, közgazdasági szakember, majd bankár lett, és ő lett talán a világ egyik leggazdagabb embere. Aki a Balkánra került, vagy Görögországba, a szerzetes lett, és ő lett a világ legszegényebb embere. Hiszen a szerzeteseknek nincs semmiük, amiük van, az a közösségé. Eltelt 50 év a második világháború óta, amikor ez a két ember
megtudta, hogy ők élnek. Egymásról tudták meg, és elkezdték szervezni a világ két pontjáról, hogy jó lenne találkozni ott a szülővárosunkba, Budapesten. Micsoda várakozás ez. Két ikertestvér. Talán sokkal jobban kötődnek egymáshoz, mint a testvérek, hiszen egy burokban, egy testmelegben, egy fészekaljban fejlődtek. Egy az élmény, az az élmény tudatalatt, amire nem is emlékszünk, de mégis tudjuk, hogy ott volt a legjobb, abban a védelemben, édesanyánk szíve alatt. Ennek tudatába várakoztak. Meg is érkeztek Budapestre, éppen a tücsök ugat odakint. És amikor sétáltak a nagyváros peremén, akkor a szerzetes félve mondja, hogy hallod, milyen szépen ciripel a tücsök az alkonyatban. A bankár mondja, én a nagyváros zaját hallom, az autóknak a rohanását, a gyárkéménynek a dudáját, meg a nagyvárosnak, a mindennapoknak azt a moraját. Hát, te biztosan ott a csendes kolostorba mindig sokat voltál csendben, és kiéleszted a füledet a tücsök zenére. Én már ezt nem hallom, kedves testvérem. Sétálnak tovább, és a szerzetes elszomorodik. Néhány lépés múlva benyúl a reverend a zsebébe, és elővesz egy 100 forintost, és leejti az út szélén. A bankár felkapja a fejét. Hallottad? Pénzcsörgés, pénzcsörgés. A szerzetes mondja, nem hallottam én semmit. Visszanéz, és a bankár látja, hogy ott van 100 forint, felkapja. Na látod, édesöcsém, ezért nem vitted semmire. Én még itt a séta közben, Budapestnek a peremkerületébe is találom, keresem a pénzt. Elmosolyodik a szerzetes, és annyit mond. Tudod, kedves bátyám, azt a 100 forintost most én dobtam le. Semmivel nem csörrent hangosabban, mint ahogy a tücskök zenélnek. Csak neked arra van kiélezve a füled, nekem meg erre. Csóri Sándor az író elhatározta egyszer, hogy otthagyja a város zaját, és kimegy az erdőbe. Fel is hívta az egyik vadász barátját, aki erdész is volt, és kért tőle javaslatot, hova menjek, ahol csend van, ahol nem zavar senki, ahol megpihenhetek, és megírhatom életem nagy művét. Az erdész barátja rögtön felcsillant szemmel mondta neki, van nekem egy olyan magas lesem, ami be van rendezve, van ott ágy, asztal, szék, jó magasan egy tölgyfán, csak bizony odáig sokat kell menni. Gyalog is. Az nem baj, mondja az író. Izgalommal vette fel a vitorlás kabátját, a kekiszínű nadrágját, a gumicsizmáját, beült az autójába, és elment a hegy lábához. Még a patakon át tudott menni kocsival, de utána már nem volt tovább út. Aztán egy ösvény vezetett fel a tölgyfához. Talán 2-3 kilométert is kellett menni, úgyhogy a nagyvárosi ember egy kicsit érezte, hogy egyedül vagyok, félek, de jó lesz itt, mert itt van ez a kis hajlék, ahol majd megírom életem nagy művét. Elindult fel a fára, kinyitotta a magaslesnek az ajtaját, hát egy takaros kis otthon volt. Kis gerendákból készített ágy, rajta egy matrac, egy kis erdei friss széna, egy asztal, egy szék, és jó magasan be lehetett látni az egész környéket. Nagyon meleg nyári délután volt. Neki is látott, hogy írjon. Papírt vett elő, tollat, és töprengett az első mondaton, amikor egyszer csak egy tücsök elkezdett ciripelni a tölgyfa alatt. Olyan hangosan és olyan erősen, hogy
költő, az író úgy érezte, hogy valaki most direkt zavarja. Direkt. És ebben a bosszankodásában nem jutott eszébe semmi. Már alkonyolott, amikor annyira felbosszantotta magát a tücsök állandó ciripelésétől, hogy fogta magát, és kettesével a lépcsőt véve lement a töltyfa tövébe, hogy megfogja ezt a tücsköt. De a tücsök az egyikükön benn, a másikon kin, és cirip-cirip-cirip-cirip tovább bosszantotta a költőt. Hát akkor hagyom, mondta. És visszament, és elkezdett írni valamit. Nem lett egy Shakespeare dráma, nem lett a világirodalom legszebb alkotása, de mégis próbálta a betűket, a szavakat olyan formásan egymás mögé tenni. Bealkonyodott. Lehetett érezni a levegőben, hogy a nagy csend meg a nagy forróság valószínűleg vihart fog hozni. Jött is a vihar, nagy széllel, dírrel, durral, a fák ágai recsegtek, ropogtak, a villámnak a fényei ördögöt rajzoltak az árnyékok képeiben, és a mi barátunk elkezdett félni. Nagyon félt. Mi van, ha belecsap a villám ebbe a nagy fába, és én itt halok meg? Mi van, ha a kocsimra ráesik egy nagy fa, hiszen éppen egy fa alá álltam meg a patakparton? Mi van, ha megárad a patak, és nem tudok hazamenni, nekem munkába kell menni? A félelem egyre úrrá lett rajta, amikor egyszer csak kinyitotta a kaliba ajtaját, és még hatványozottabban, még erősebben zúgott a szél, még hangosabban dörgött, még erősebb volt a villámnak a kontrasztja az árnyékoknak, és így aztán ebben a félelemben, szinte mint a tűzoltók azon az oszlopon, robogott lefelé a magas tölgyfáról, kettesével, hármasával a lépcsőn, és a faágakat fogva, amikor lehuppant a vizes földre, és látta a kiszolgáltatottságát, az egyedül létét. Nagyon félt. Alig bírt felállni. Talán felülni, feltápászkodni még fel tudott, és neki dőlt a hátával a tölgyfának, amikor egyszer csak megszólalt a tücsök. Cirip-cirip, cirip-cirip. És ő azt mondta, nem vagyok egyedül. Van itt mellettem valaki, aki másként zenél, mint a világ. És aki előtte zavarta, bosszantotta, az egyszer csak megnyugtatta. Hát így vagyunk mi emberek. Ha teszünk valami jót, ha teszünk valami önzetlent, ha teszünk valami balgaságot másokért, akkor mi másként zenélünk, mint ez a világ. Először ez megbotránkoztat mindenkit, majd megnyugszanak. Egy irodába ültem Budapesten. Álmos volt a délelőtt, talán a város is az volt. Kopognak az egyházközség öreg ajtaján, és egy fiatal ember lép be, talpig feketében, temetést jött bejelenteni. Azt mondta, tisztelendő úr, meghalt a feleségem. Rögtön felálltam, és éreztem, hogy ennek az embernek valamit mondanom kell, hiszen olyan fiatal, olyan egészséges, és mégis ez a dráma elérte őt. És megismételte, meghalt a feleségem, érti? No, fogadja részvétünket, és foglaljon helyet. Nem ülök le, mert van három lányom, és kint várnak engem. Ne vigasztaljon engem, tisztelendő úr. Megvan nekem a saját hitem. Én csak azért jöttem, hogy megbeszéljük a temetés időpontját, és legyenek ott pontosan, és búcsúzzanak el szépen az én feleségemtől.
elrendezte a temetést, és olyan gyorsan, ahogy, és olyan magabiztosan, ahogy jött, el is ment. Ott voltam a temetésen. A fiatalasszony, aki a ravatalon feküdt, tanítónéni volt. 3 hét alatt vitte el valami titkos kor, és nagyon sokan voltak a temetésen. Talán 1000-2000, meghatározatlan szám ez, olyan, mint a tüntetésen, vagy egy nagy ünnepségen, amikor nem tudjuk, hogy hányan vannak, mindenki mást mond, de itt nagyon sokan voltak. A papok, hiszen egy pap kollégámmal mentem be, alig tudtunk a sok-sok virágtenger között lépkedve bejutni a ravatalhoz. A ravatal egyszerű volt. Egy fekete koporsó, egy kis virágcsokorral. És ott állt az a fiatalember, 3 kis szőke kislány, talán lehetett az egyik 2 éves, a másik 3-4, a harmadik talán iskolába készült. Mind a 3 szőke volt, és szépen be volt fonva a hajuk, kis szallag lógott a hajukba. Elkezdődött a szertartás, megható volt minden. Minden temetés megható. Mert ha meghal valaki, akkor összeír az ég és a föld, a természet fölött és a természetes. Ha meghal valaki, akkor még az anyagvilághoz kötött ember is túllép önmagán, túlnéz azon a ponton, hogy mi van velem, mi lesz velem a halál után. Itt is úgy éreztük, hogy abban a csendben az a több ezer ember meghatottan áll, hogy miért. Elkezdődött a szertartás. És ahogy énekeltünk, egyszer csak elcsuklott a hangom. Mert ránéztem a ravatalra, és láttam a kis csokrot. A csokor ugyanolyan szallaggal volt összekötve, mint amit a lányok hajában láttam. Volt ott kék búzavirág, pipacs, margaréta, szarkaláp, talán még egy korán nyíló napraforgó is, egy kis mezei csokor. Mindenki tudhatta, hogy ezt nem a virágboltba vásárolták, ezt az apuka vette, szedte a lányaival kinn a réten, és ő tette oda. Talán még egy virágcsokor nem is olyan megható. Hát milyen jó dolog, hogy ez az apuka éppen a gyász pillanatában ott tudott lenni a lányaival, be tudott ülni a kocsiba, ki tudott menni a rétre, és emlékezni tudtak a mamára, aki úgy szerette őket. A megható talán az volt, hogy volt egy szallag, és a szallagra rá volt írva egy mondat. Szia, tücsök, találkozunk. Mit is jelent ez a mondat? Megszégyenítette papokat, híveket, gyászolókat. Ez az ember hitt abban, hogy van feltámadás. Amikor azt írta oda, hogy szia, tücsök, találkozunk, akkor hitt abban, hogy a feleség a mennyországba kerül. És ha ő találkozik vele, akkor hiába 30 éves, hiába van még az életnek sok-sok napja és órája és éve, gondoljunk csak a hadi özvegyekre, még napjainkban is látunk olyan öreg nénit, aki még vágyik, várakozik, hogy hát ha hazajön a fontról valaki, de ha nem jön, akkor már nem sokára találkozunk, mondja az öreg mama. Hát valami ilyesmi hit van ebben is, hogy azt mondja ez a fiatalember, szia tücsök, találkozunk. Én is eljutok oda a mennyországba, de nem csak én. Ezt a 3 kislányt, akit itt most kézen fogok, őket is elvezetem. És majd lesz ott egy menyeim nagy rét, ahol szebben virít majd a pipacs, nem hullatja el le olyan hamar a levelét, szebben virít a rét, a kék búzavirág meg a napraforgó, és ott mi, mint a tücskök zenélve, szedjük az életünk virágait, és ott leszünk boldogok. Szia tücsök, találkozunk. Egy 30 éves embernek a hitvallása. Evangélium. Örömhír a nagy gyászba, az elkeseredésbe.
Fárasztó volt a nap, már éppen lepihentem volna, amikor csörgött a telefon, hogy sorstársaim Vívitányban nyaralnak, és búcsúest van, és jó lenne, ha kimennék erre a búcsúestre. Semmi kedvem nem volt. De hát nem tehetem meg azokkal, akik hasonló módon élnek, hogy nem látogatom meg őket, ha hívnak. Szóltam is az ittenieknek, hogy egy óra múlva itthon vagyok, sietni fogok, de hát kimegyek. Kimentem, és a Vívitányi dombtetőn már éppen alkonyodott. És ott ültek körbe az emberek. Becsapottnak éreztem magam, mert 2-3 tolószéket ha láttam, de abba se nagyon ültek emberek. Ott ültek körbe, 30-40-en lehettek, és egy húsvéti gyertya égett, hiszen olyan meleg volt, hogy senki nem vágyott a tűznek melegére még egy ilyen nyári napon. És én bemutatkoztam, és elkezdtem mesélni a Zemplénről, a Sátorhegyekről, meg a Fekete-hegyről, meg a Hálistentetőről, meg a Fűzéri várról, meg a Nagymilicről, meg a mögöttünk lévő Szlovákiáról. És amíg ezt elmondtam, szépen lenyugodott a nap. A napnyugtáról meséltem, meg a hegyekről, aztán soroltam a falvakat. Mikóháza, Pálháza, Kovács vágás, vágáshuta. Ott benn pedig a kicsi Fűzér, ott a mögött, a domb mögött pedig ott van Hollóháza. Kiterült előttünk a hegy köz. És én ahogy meséltem, azt éreztem, hogy nem követik a tekintetükkel az emberek, amit én mondok. Már 10 percet, 15 perce is mondtam a magamét, mint elefánt a porcelánboltban, amikor rádöbbentem arra, hogy az én sorstársaim vakok. Vakoknak meséltem a tájról, a napnyugtáról, és mindarról. Nagyon szégyeltem magam. És odajöttek, megsimogattak, és azt mondtak, ne szégyeljem magam, mert így volt jó. Mert ha én tudom, hogy ők vakok, akkor úgy sem mondom el, akkor magyarázok. És ők így élik meg a világot. És elkezdtünk beszélgetni, és az 1 órából 2 lett, a 2-ből 4, és hajnal lett, már pirkadt. Nekik pirkadhatott ő, nekik ugyanolyan sötétség van, éjjel és nappal. De én már fáradt voltam. És amikor már világosodott, elfújtuk a gyertyát, és a Szakács néninek a kis 3-os, talán 10 éves lehetett a kis Julcsi, odaszaladt a gyertyához, és a gyertyának a viaszát kiöntötte a kezébe. És talán mindenkinek volt már ilyen élménye, hogy a gyertya viasza megkeményedik a kezünkben, és visszaadja a tenyerünknek a vonalat, az új lenyomatunkat, a kezünknek minden mintázatát. És amikor ezt észrevette ez a kislány, ez egy nagy felfedezés volt számára, hiszen 9-10 éves lehetett, akkor felkiáltott, nézzétek, milyen szépet csináltam. A vakoknak mondta, nézzétek, milyen szépet csináltam. És az egyik vaklány lehetett 20 éves. Azt mondta, mutasd csak, Julcsi. És Julcsi, ahogy levette a viaszt a kezéről, odadta, és azt mondta ez a vaklány, most jól megnézem. És elkezdte simogatni a redőit, a ráncait ennek a viasznak. És megsimogatta Julcsinak a buksi fejét, és azt mondta, Julcsi, neked nagyon szép kezed van. Mit mondott ez a vaklány? Mutasd csak, hagyd nézzem. És amikor meglátta, megtapogatta, akkor azt mondta, nagyon szép kezed van. Mi emberek, amikor felkiáltunk az Istenhez valami hasonló. Uram, mutasd magad, hagyd nézzelek. Soha nem látta senki. Aztán itt a teremtés új lenyomataiban, a szeretetben egyszer csak ugyanígy letapogathatjuk az Istennek mindenséghez való viszonyát, az ő örökké valóságát, nagyságát, szeretetét. Így tapogathatjuk le az Istentől kapott ajándékokat, a kegyelmeket. Mutasd magad, Uram, hagyd nézzelek.
Az ember vágyik a szépre, a jóra, az igazra. Minden ember, legyen az gazdag, szegény, uralkodó, vagy éppen szolga. Ez a mostani történet egy nagyon egyszerű emberről szól. Egy szegényről. Egy zempléni faluba élt egy remete. Nem is a faluban élt ő, hanem kinn az erdőbe, de amire megöregedett, visszajött a faluba. Kurusz Pityunak hívták. Ő volt a falu bolondja. Beszélgettem vele, és elmesélte az életét. Szorgalmas gyerek volt, kisiskolásként, és amikor serdült, beleszeretett a gazdag ember lányába. A gazdag ember persze azt mondta neki, hogy ha majd lesz házad, Pityu, meg megteremted a családnak a hozzávalót, akkor elveheted az én lányomat. Nagyon sokat dolgozott Pityu. Esténként fát vágott, napközben a gönci malomba járt, és két kezével ásta az alapot a házához. Egy egyszerű kis parasztházat akart építeni, amit 4-5 év alatt a barátaival fel is épített, sőt, még egy kis zseppénzre is tett szert. Amikor is megkérte a gazdag ember lányát, és a gazdag ember, tartva az ígéretét, hozzáadta. Ezt ő mesélte így, hogy így volt, nem tudom. Ott volt még Toska Gyula is, a szamaras cigány, aki azt mondta, hogy hát ő nem is cigány, hanem őt Kassán. A grófék elhagyták, és ő grófi családból származik, és azóta Szamárral, meg egy kis kordéval jár a Hernád völgyén, hogy hát, ha megtalálják az ő szülei őt, és visszakerül majd abba a palotába. Mert a legegyszerűbb ember is vágyik a szépre és a jóra. Hát ez a két ember volt az én barátom, a Kurusz Pityu meg a Toska Gyula. Esténként ültünk a kemencénél, a kis faluba, és beszélgettünk, kaput faragtunk. Akkor mesélte el Pityu az életét, hogy járt ő Göncre szorgalmasan. A gönci malomba őrölték a búzát, és egyszer megkérdezte tőle a molnár, a tulajdonos, vagy a gazda, vagy a főnök, mindegy már. Pityu, hányszor loptál már lisztet a malomból? Tekintetes uram, mondja ő, vagy mondhatta volna, hogy igazgató elvtárs, nem tudni. Kortalan ez a történet. Én még nem loptam. Még egy szem búzát se. Nemhogy lisztet, amit már megőrültünk. Pityu, azért kérdeztem, mert a munkatársaid is ezt mondták. És azért, mert ilyen becsületes voltál, most elvihetsz annyi lisztet, amit a hátadon felviszel a hegyen, és eljutsz majd abba a kis faluba. Nagyon megörült Pityu. Az én drága feleségem, aki már egyik gyermekét meg is szülte, hogy fog örülni, mennyi lángost, mennyi kalácsot, mennyi kenyeret lehet ebből sütni? És persze a munkatársak jól megpakolták a zsákot. Lehetett benne talán 60 kiló liszt is, és ez a törékeny, vékony, fiatal ember felvette a hátára, és elindult felfelé a hegyen, és tudta, hogy ha azt valahol leteszi az erdőbe, még egyszer nem lesz, aki feladja, végig kell vinni 8-10 kilométeren keresztül, ráadásul 200 métert emelkedik a hegy. Elhagyta a malmot, talán 1-2 kilométert ment már, a Borsóhegy irányába, amikor elkezdett esni az eső. Megijedt Pityu, hát csiriszt vigyek haza, hát mi lesz itt? Elkezdett rohanni felfelé, úgy, hogy a tüdejét ott érezte, a torkába, dobogott a szíve szegénynek, mint a kiesett kismadárnak a fészekből, amire felért a tetőre. Ott megpihent egy öreg fa alatt, egy kicsit fordított a zsákon, és egy olyan fához állt, amelyik úgy ferdén nőtt, és ott pihentette a vállát. Lefelé a dombon már könnyen ért, és megérkezett a faluba. Örült, hogy még pislákol a fény az első szobába. Letette a tornácra, a saját építette tornácára a lisztet, örömmel, hiszen nem sok ázott el belőle, a többi még mind jó lesz. Benyitott. Először csak a kemence melegét érezte. Benyitott az első szobába, és mit lát? A feleségét egy más emberrel.
az ágyba. Mi átszódhatott le ebbe az emberbe? A küzdelem, a légszomj, az ajándékozás, a szeretet. Úgy érezte most, hogy neki gyilkolni kell, hogy ölni kell. Hát ilyen nincs. És akkor fogta magát, és kiment az erdőbe. Talán 30 éve lehetett. Ott élt. Elfelejtett ő mindent. Még a magyar nyelvet is. Mindig csendben volt. Ha jöttek az erdészek, vagy a vadászok, akkor meghúzódott. Valamiféle ilyen pusztai vadember lett belőle. Egyszer a szénégetők találtak rá, egy rönk alá volt szorulva a lába, és nem tudott szólani, eszméletlenül feküdt, amikor kórházba vitték, és így került vissza ebbe a faluba, és bizony bánatába, vagy éppen a beteljesületlen életébe, szomorkodva kocsma ember lett, a falu bolondja. Egyre többet beszélt már, és amikor bejött hozzám egyszer, akkor éppen imádkozni tanultunk. És azt mondta, hogy neki van egy nagyon kedves imádsága, mert a legegyszerűbb ember is vágyik a szépre, a jóra, az imádságra. És azt mondta, hogy neki az az imádsága, ő ezt emlékszik gyerekkorából, hogy megszólalt a Kecskeméti öreg templom nagy harangja. És ez jó-e imádságnak? És akkor annyit mondtam neki. Pityu, ez egy nagyon szép imádság. Neked ez nagyon szép. Megszólalt a Kecskeméti öreg templom nagy harangja. Van, aki nagyon szép zsoltárokat, aranyszájú Szent János, így nevezzük, aranyszájú volt. Pityu pedig remete volt, és csak ennyit mondott, ha imádkozni akart, hogy megszólalt a Kecskeméti öreg templom nagy harangja. Toska Gyula meg vágyott arra, hogy gróf legyen, és úgy halt meg, ahogy élt. Jó barátok voltunk, mert mindig rapsickodott és halat hozott nekem, és ha 20 forintért kínálta, akkor én 10-et adtam neki a halér, meg 10-et a fuvarér, meg még 10-et azért, hogy nekem adta, és nem másnak. És mindig azt gondolta, jól becsaptam ezt az embert, közben pedig hát olcsón vettük a halat, megsütöttük, megettük, egyszerű élet. Igen, megszólal a Kecskeméti öreg templom nagy harangja, és Kuruc Pityu elment, és sokszor halottak napján, meg úgy az elmúlásra gondolva ő jut eszembe, meg persze Toska Gyula. Kocsival mentem a Hernád partján, amikor látom Gyulának a szamara szekerét, a kis szénát, meg két csizmát az égnek. Megállok a kocsimmal, és látom, Gyula bácsi meghalt. Úgy halt meg, ahogy élt. Olyan egyszerűen. Majd valamelyik önkormányzatnak a ügyintézője kijött, nem grófi palotából a grófok, talán Gyulát is úgy temették el, mint Mozartot, a híres zeneszerzőt, talán csak a kutyája vagy a szamara kísérte ki. De számomra ebben az egyszerűségben, ebben az egyszerű életben is ugyanolyan nagyszerűség és ugyanolyan jóság, igazság és szépségkeresés van. Az élet történik velünk, és mindig meglátogat bennünket újabb és újabb eseményekkel, amik érdekesebbek, meg kevésbé érdekesek. Kórházba kerültem Budapestre. Vittem a segítőmet és a barátomat, hogy legyen ott mellettem, hiszen szegény ápolók törékenyek, és a tehetetlen testet olyan nehéz emelni, hogy legyen ott mellettem. De ha őt elviszem, akkor neki szállásra van szüksége. Ha szállásra van szüksége, akkor ételre van szüksége, meg aztán pihenésre, hogy egész nap ott a kórházban ott legyen mellettem a gyógytornán és mindenhol. Egyik paptársam szívesen be is fogadta néhány napra az én segítőmet, de tudtam, hogy Budapesten, ahol olyan kicsik a lakások, ahol olyan kevés a négyzetméter,
és ennél a kollégámnál több gyermek is volt. Hát csak zavar egy idegen. Este megy, hajnalba kell, és kizökkente a családot. Mindenképpen szerettem volna megoldani, hogy ő ott valahol a kórház közelében szállást kapjon, de hát Budapesten szállást olcsón, hát ez nehéz dolog. Barátaim is már telefonáltak, én is már vagy tizet a különböző vendégházakba, egyházi szolgáltató helyekre, és bizony hát 8-10 megállónyira már találtunk is szállást. És ha hosszan kell maradni a kórházba, hát akkor majd az az órás utazás belefér. Nekem a papi elmondatom az volt, hogy hallám, uram, gondviselésed, titkát, megértem munkáidat. Másnap délelőtt kint vagyunk a kertbe, és az én segítő barátom, a János mondja, hogy atya, itt a szomszédban itt van a svéd nagykövetség. Hát mondom, szép reprezentatív épület, nagy terasszal. Bezzeg a mi kórházunk, az egy lelakott, lepusztult, 20 éve hozzá nem nyúlt épület volt. Nagyon rossz körülmények között. És úgy vágyakozva néztünk át, amikor egy elegáns öltönyös úr, hosszú cigarettával, fekete keretes szemüveggel, egy kicsit úgy szeplős arccal, olyan volt, mint egy svéd nagykövet, kijött dohányozni és levegőzni a parkba, a villába. Mondtam Jánosnak, mondom, látod, legalább ennyi örömünk legyen, láttuk a svéd nagykövetet. Amikor is aztán visszamentünk a kórház kertjéből, a liftes néni, aki elég trágárszavú asszony volt, mindenkinek valami fontosat mondott, úgy élt ott a liftben, mint valami főorvos, aki mindenkinek a főnöke lehet, hiszen csak a gombokat nyomta. Ebből a szép kerti világból, meg abból a kis kiemelkedésből, abba a pillanatban visszaestünk abba a proliságba, a trágárságba és lepukkantságba. Már szállnánk be a liftbe, amikor valaki kiállt. Visszanézünk, a svéd nagykövet. Valami rosszat csináltunk, vagy lekameráztak bennünket? Amikor azt mondja, Miklós atya, nem ismer meg? Én 5 évvel ezelőtt ott voltam Sárospatakon, ott ismertem meg önöknél a mennyasszonyomat, a barátnőmet. 5 évig jártunk együtt, addig húztuk, halasztottuk, hogy most éppen szakítottunk. De hát én olyan sok mindent tanultam ez alatt az 5 év alatt. És elkezdtünk beszélgetni, hogy most fog doktorálni, és hogy milyen sok minden történt vele. És hát mondom, mit keresel itt a svéd nagykövetségen? Hát atya, ez nem a svéd nagykövetség, én kaptam egy nagy ajándékot a szüleimtől. Nagyszüleim örökségéből vettek nekem itt ebbe az épületbe egy 2 szobás lakást, és az erkély az pont amilyenhez tartozik. Hát így találkoztunk mi. És mondom, hogyha itt van az én barátom, akkor megszállhatna nálad? Hát bármikor. Fél Budapestet összetelefonáltuk, bejártuk, azt hittük, hogy a svéd követséget látjuk, amikor az én kórház ablakomból, ahol kiszolgáltatottan fekszik az ember, oda láttam egy másik ember kórházi ablakára, ahol bármikor megszállhatott. Sokszor van ez így, hogy ott van előttünk a legszükségesebb, és nem találjuk, nem vesszük meg, nem találjuk. És pedig ott van. Hallám, uram, gondviselésed titkát, megértem munkáidat. Ezen az őszön történt, kórházi folyosón rám köszön valaki, tolószékből. Nem ismertem meg. És ő bemutatkozott. És mondtam neki, hogy hát lefogytál, meg szakállad is van, ám már nem ismertelek volna meg. Korábban egy rendezvényen találkoztam vele, elég magas beosztásban volt, már igaz, akkor is tolószékes volt, de a legmodernebb és legújabb autóval, minden kényelmi felszereltséggel, nem egészen a tolószékesek mindennapját élte.
És most, amikor találkozom vele, ő mondja, hogy de jó, hogy találkozunk. Van-e időm? Hát mondom, itt vagyok a kórházban délutánban, persze, hogy ne. Elkezdtünk beszélgetni. Kérdezem a családjáról, mert tudtam, hogy van felesége, tudtam, hogy van egy lánya. És amikor rákérdeztem, akkor azt mondta, hogy most válok. Van időm? Van. Azt az embert, akit én úgy ismertem meg, hogy mindig magabiztos volt. Mindig, mint egy pillanat ugrott ki a kocsiából, és a kezére támaszkodva beült a tolószékbe, és mindig közéletet élt. Ez az ember egyszer csak elcsendesedett, és elkezdte mesélni az életét. Balaton partján születtem, egy polgári családba. Apám építész, tervező volt, jó anyám pedig tanítónő. Apám annyira sikeres volt, hogy amikor én már megszülettem, ő már külföldön tervezett, járt Amerikába, meg Európába, meg mindenfelé. Sikeres tervező volt, én meg ott voltam anyámmal, kisgyermekként, és az apámat nem nagyon ismertem. De az anyámat se teszi hozzá. Mert először édesanyám csak inni kezdett, majd aztán, mivel hogy nem volt férfi a háznál, hozott ő először csak egyet, egy-egy hétre, majd aztán ő ment el hozzájuk. 3-4 éves lehettem, mondja, amikor jött a karácsony. És édesanyám azt mondta, menjünk vásárolni, apád jön majd a vonattal, repülőgéppel jött, aztán a balatoni vonattal Szentestére hazaérkezni. Amikor elindultunk, és csak a kocsmáig jutottunk. Másodszor is elindultunk, és megint csak a kocsmáig jutottunk. És harmadszor, amikor nagy nehezen összeszedtük magunkat, vásároltunk mindenféle ajándékot, hiszen jómódi polgári család voltunk. Újra a kocsma, a Szentestének délutánja már kellett volna menni az állomásra, amikor édesanyám elesett, az árok partján aludt, én meg ott ültem 4 éves gyerekként sírva, a csomagokon, és egyszer csak jött az apám. Megjött Amerikából. Persze, a körülmények egyre rosszabbak lettek, és én árvaként bekerültem államintézetbe. Éltek a szüleim, de senki nem akart változtatni. Így nevelkedtem fel, így szereztem diplomát, így nősültem meg, és a házasságom második évében így történt az autóbalesetem, hogy tolószékbe kerültem. Tolószékesként a feleségemmel úgy beszéltük meg, hogy hát mi minden akadályt túlszárnyalunk. Mi mindent legyőzünk, vállaljunk egy babát, hiszen abban van az élet, abban van az öröm, abban van a jövő. És tolószékes apukaként vállaltuk az mi lányunkat. Talán 1 éves lehetett, amikor kiderült a feleségemről, hogy halálos beteg. Ott maradtam a 2 éves kislányommal, egyedül a tolószékemmel. Nem lehet így tovább élni. Megházasodtam egy sorstársat. Egy szép tolószékes lányt vettem el feleségül, akit én is ismertem. És most, amikor már 17 éves a lányom, a feleségem válni akar tőlem. És a legnagyobb szomorúságom, hogy ő úgy megszerette az én feleségemet, az ő mostoháját, hogy ő is el akar menni. És most mi lesz velem? Lassan 50 éves vagyok. Mi vár még rám? Miklós atya, hogyha ott vannak angyalok, meg van Isten, akkor üzen már meg neki, hogy Jóskának a vállán azért sok van. Ha vannak. Nem egy vallásos ember volt ez, akivel én beszélgettem. De ha vannak, üzen meg, hogy itt vagyok, és most nem jó. Csendbe lettünk. Elkezdtem töprengeni, hogy mit lehet mondani egy ilyen helyzetben.
tényleg kudarc, kudarc hátán. Ebből a keresztek közül egy is nagyon sok ezek közül a keresztek közül, nem, hogy folyamatosan mindig kapni egyet, és a végén már, amikor úgy érzi az ember, hogy alig bír kiegyenesedni, mint ahogy a Szentírás írja, hogy a megreppent nád, az nem törik el, vagy a pislákoló mécses nem alszik ki. Hát itt mi következik? Üzen meg az angyalokkal, hogy Jóskának sok keresztje van. Hosszú csend után megkérdeztem tőle, mi hiányzott neked életedben? Mi hiányzott? És mondtam, hogy a család. A család mindig volt is, meg nem is. És erre vágytál, mindig mindent megtettél érte, és most megint egyedül. De hát nem esélytelen az ember. Ülj le a lányoddal, lassan 18 éves lesz, most már mindegy. Most 18 éves korodig úgyis az a fél év, az érettségig veled telik. Mert te vagy az édesapa, ő csak a mostoha. Veled telik majd ez. Ülj le vele. Üljetek le egy gyertya mellé, egy pohár bor mellé, és mondd el a lányodnak, hogy milyen életed volt, amit nekem elmondtál. Talán sokkal hosszabban mondta el. És mondd meg a lányodnak, hogy keress egy társat. Az nem baj, hogy most a mostohád mellett leszel, vagy mellettem, de most az a fontos, hogy te keress egy olyan társat, ismerkedj felfelé. Ismerkedj egy olyan fiúval, akit úgy ismersz meg, hogy nem elváltak a szüleik, hogy nincs szenvedélybetegség abba a családba, hogy szeretet van, hogy az a család talán még nagy is, hogy sokan vannak a rokonok, mert mi nagyon kevesen vagyunk, mi csak ketten vagyunk. És mondd meg a lányodnak, hogy én imádkozok azért, hogy te jól menj férjhez. És talán egy kicsit számítóak voltunk, de hát ki nem az, amikor házasodik, hogy imádkozzatok azért, hogy ez a család a jövőben a ti családotok legyen. Hogy azzal a nem lévő nászurammal még le lehet ülni, ultizni vagy sakkozni, hogy a szentesték azzal a családdal, a lányom 17 éves, minden külső problémától és kihívástól mentes élete elvezessen oda, hogy a boldogság rajta keresztül teljesedjen be. Nem kell ide már többen extrém dolog. Volt ebbe az életbe elég egyszerű, család kell. Egy jó nászasszony, egy jó férj, meg sok-sok unoka, mert a család az, ami megtart. És ha tudsz imádkozni, Jóska, akkor csak ezért imádkozz most. De legyen egy beszélgetés a lányoddal. Mert csak a családba leszel boldog.